Hát sziasztok! Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Köszönjük szépen a meghívást, és nagyon izgatottak vagyunk, hogy beszélhetünk itt nektek. Én Dóri vagyok, ők pedig Szilvia és Daniella, és mi hárman szervezzük a Django Girls budapesti workshopjait. Valaki van, aki hallott már a Django Girls-ről, amiatt idejön? Na, tök jó, látom, vagytok egy páram, de azoknak, akik még nem ismerik, röviden összefoglálnám, hogy mi ez az egész. A Django Girls egy önkéntes nemzetközi kezdeményezés, kezdő programozó workshopokat tartunk lányoknak, és az a célunk, hogy mindenkinek megmutassuk, hogy a kódolás nagyon izgalmas és szerethető, és bárki sikereket érhet el benne. Nyilván nem gondoljuk azt, hogy bárkiből egy nap alatt szoftverfejlesztőt csinálhatunk, de szerintünk nagyon fontos, hogy egy barátságos és támogató környezetet nyújtunk a lányoknak, akik velünk teszik meg az első lépéséket a kódolás világában, és szeretnénk, hogyha nem stresszként élnék meg azt, hogy egy teljesen új dologba fognak bele, hanem egy izgalmas kalandként. Bátorítjuk a résztvevőinket, hogy ne féljenek kérdezni, és hogy próbálják meg elfelejteni az összes olyan mítoszt, ami a kódolással kapcsolatosan kialakult bennük. Ilyesmikre gondolok, hogy ez csak antiszociális geekeknek való, hogy nagyon jónak kell lenni hozzá matekból, vagy hogy különleges adottságok szükségesek hozzá. A Django Girls nagyon fiatal, nekünk még csak egy szülinapunk volt, és senki nem gondolta volna, hogy ilyen hatalmasra nő majd ez az egész. De hogyha megnézitek ezt a térképet, itt tartunk most, a világ több mint 50 országában vagyunk jelen, egészen távoli helyeken is, és több mint 100 workshopon vagyunk meg túl, és az érdeklődés egyre csak nő, mi hárman éppen a negyedik workshopunkat szervezzük itt Budapesten. Maga a Django Girls kezdeményezés két lengyel lány fejéből pattant ki, és ami szerintünk nagyszerű, és amit meg akartunk nektek mutatni, az az, hogy mennyire érdekes az, amikor egy egyszerűnek tűnő kezdeményezés tulajdonképpen rengeteg embernek az életére gyakorol hatás. Az első workshopon összesen 30 lány vett részt, akik a világ különböző pontjairól érkeztek, és az egy nap után úgy döntöttek, hogy szeretnék hazavinni ezt a dolgot, támogatták egymást, megosztották a tudásokat, és ma már elmondhatjuk azt, hogy több mint 3500 lány vett részt a különböző Django Girls eseményeken. Ezek a lányok annyira megszerették többnyire a programozást, hogy többen folytatták tanulmányaikat, és már sokan el is helyezkedtek ezen a területen. Mi azt gondoljuk, hogy ez igenis lehetséges, és hiszünk abban, hogy nem az életünk egy bizonyos pontján dől el, hogy mivel kell a hátralévő részében foglalkozni, hanem bármikor újra tervezhetünk. És miért fontos ez nekünk, és miért beszélünk mi erről? Azért, mert mi is ebbe a közegbe tartozunk. Hárman három különböző háttérrel jöttünk ide, hiszen bölcsészként, közgazdászként és környezetmérnökként tengettük napjainkat, miatt bekapcsolódtunk volna a Django Girls kezdeményezésbe. Ma már mind a hárman programozók vagyunk. És hogyha most becsukjátok a szemeteket, és én kimondom azt a szót, hogy programozó, akkor azt hiszem, hogy mindenkinek egy kép beugrik. Sajnos ezt most nem tudjuk kivetíteni, de megkérdeztük a Google-t is, és hát ezeket a találatokat hozta. Viszont nekünk van egy saját galériánk, és ezek a lányok mind programozók. És számunkra a definíciója a programozónak igazából mindenki, aki szeret programozni. A diverzitás nagyon fontos, és mi ugyan a nemi diverzitásra helyezzük a hangsúlyt, de azért gondolom, hogy mindenki tudja, hogy azért ez a származás szerint, kor szerint, vagy szakmai háttér szerint is fontos kiemelni. A tökéletes csapat létezik, a tökéletes ember nem, ezt Belvin fogalmazta meg, és igen. És hogy azt szerettük volna megmutatni, hogy annak a helyzetnek a kialakulásáért, hogy az IT-ban most mennyire kevés a nő, milyen lépések vezettek. És ez tulajdonképpen egy önmagát gerjesztő folyamat, amiben mi igyekszünk végül is hatni, és szeretnénk megmutatni a lányoknak, hogy ez a szakma ez nem unalmas, ez igenis érdekes és kreatív tevékenység lehet, és hogy egyáltalán nem magányos, hanem sokszor közösségi.
Mi megtesszük, ami tőlünk telik, személy szerint is, és a Django Görszer is, de azért rátok is vár egy kis feladat ebben, mert így tudjuk az igazán látványos eredményeket elérni. Hát köszönjük szépen a lehetőséget, ebben az 5 percben nem tudtunk mindenről beszélni, de hát várjuk a kérdéseket, meg lehet velünk beszélgetni, és ezeken az elérhetőségeken is megtalálni minket. Miért pont Python? Nem is beszéltünk a Pythonról. Kérdés implicit volt, miért pont Django és miért pont Python? Akik ezt az egészet elkezdték, ők Python és Django fejlesztő lányok, és az ő fejükből pattant ki ez az egész, hogy miért ne tanítanák meg mindenkinek azt, amihez ők értenek, és mi csak tovább vittük ezt az egészet, mi is bekapcsoltunk ebbe, és aztán láttuk, hogy ez egy nagyon szuper lehetőség, nagyon jó a közösség, és azt gondoljuk, hogy ha Django meg a Python nem is lenne annyira jó, mégis szeretnénk ebbe a közösségbe tartozni, mert fantasztikus emberek vannak. Ami még fontos, az az, hogy a Python ez egy nagyon könnyen tanulható nyelv, és sokszor mondják azt, hogy ez egy olyan nyelv, amivel könnyen meg lehet tanítani újoncokat, úgyhogy igazából ez lenne szerintem a válasz. Hogy sörfőzőgépet tudunk programozni, még nem próbáltuk meg, de lehet, hogy belevágunk a következő hallgatónon. Várunk titeket is szeretnünk. Még valaki? A következő Django Girls március 29-én lesz, és ez egy nagyon különleges alkalom számunkra, mert Budapesten lesz a DjangoCon Europe 2016 konferencia, ami egy hatalmas nagy konferencia, körülbelül 300 ember fog érkezni a világ különböző pontjaira, és ennek a nulladik napja leszünk mi. Úgyhogy már nagyon izgatottam, mert rengeteget dolgozunk rajta, úgyhogy reméljük jó lesz. Ez a Dori válaszol. Jó, hát arról van itt szó, hogy ahogy látjuk, az ELTI-ban nagyon kevés a nő, és inkább a nők szorulnak támogatásra, vagy biztatásra, hogy bekapcsolhassanak ebbe, de itt nem arról van szó, hogy mi a fiúkat ki szeretnénk tudni, hanem hogy a lányokat is hozzuk ebbe a közösségbe, tehát nem szétválasztjuk a kettőt, hanem csak adunk nekik egy ilyen, hát nem is tudom, most egy ilyen sörfőzős hasonlatot ütnek eszembe, mindegy. Na, tehát a lényeg, hogy adunk nekik egy olyan belépési helyet, ahonnan majd könnyebben tovább tudnak menni a Django közösségbe. De egyébként, hogy tessen maradj, kiszervezünk olyan workshopokat is, amik nem való tekintet nélkül látogathatók, ilyenek a például a PillVax nevű kezdő Python workshop, szóval várunk téged is szeretettel. Szóval akkor is sokkal együtt dolgoztak, hogy más magyar startupokkal? Hogy a kódisokkal együtt dolgozunk-e? Hát ismerjük ezeket a kezdeményezéseket, és találkoztunk már velük, akik például gyerekeket vagy lányokat szeretnének beavatni a kódolásba. Tulajdonképpen nincsenek ilyen közös projektjeink, de tudunk egymásra, hogy segítik egymást, ahogy tudjuk. Köszönjük szépen!